Lángos, palacsinta, fagylalt, főtt kukorica. A strandbüfék többségében ezek a kínálat alapjai. A víz minősége mellett azonban az itt kapható ételek biztonságára is kiemelt figyelmet kell fordítani. Idén a strandbüfék vizsgálatával vette kezdetét az élelmiszerlánc ellenőrzés. Rengeteg minden van, ami ilyenkor sorra kerülhet. Ugye a strandbüfék azért különlegesek, mert hogy egy szezonalitáshoz kapcsolódó létesítmények, nem egy állandóan működő étteremről van szó, amit ilyenkor kvázi újra kell indítani a tisztasági festéstől kezdve a vizes blokk ellenőrzésén át minden ide tartozik. Ugye nagyon sokszor előfordul, hogy ezek a szezonális létesítményeknél az alkalmazottak is az adott szezonhoz kapcsolódóan. Azt ugye nem szabad szem elől téveszteni, hogy attól, hogy egy strandbüféről van szó, ugyanúgy érvényes az összes élelmiszerhigiéniai szabály és előírás. A dolgozóknak ugyanúgy rendelkezniük kell a kapcsolódó ismeretekkel, minden jellegű dokumentációnak meg kell lennie. Nyomon követhetőség, engedélyek megléte, dolgozók megfelelő higiéniai oktatása, és persze ezeken a dokumentációkon túl olyan dolgok is teret kapnak az ellenőrzés során, mint a rovarok, rágcsálók elleni védekezés. Emellett pedig mintát vesznek az élelmiszerekből is. A Vármegyében összesen 11 helyszínen ellenőriztek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 11 strandbüfé ellenőrzés volt. Több olyan is volt, főleg itt az élővizes strandok mellett, amik még akkor nyitottak, vagy még meg sem nyitottak. Lehet, hogy a viszonylag korai időpont miatt ezért nem tudtunk nagyobb esetszámmal találkozni. Minden esetre 3 olyan üzemeltetett egység volt, ahol eljárás indult, illetve hát volt 3 olyan, ahol kapott az üzemeltető időt arra, hogy a fent megtalált problémákat egy picit tudja rendezni. Ezek ugye valószínűleg apróbb gondok, amik nem okoznak igazi élelmiszerbiztonsági kockázatot. A hatósági oldalról is azért nem feltétlenül a büntetés a célunk, hanem az, hogy egy olyan jól működő rendszer alakuljon ki, ahol mindenki be tudja tartani a szabályokat. Tehát arányaiban azért nem volt annyira rossz a helyzet. Problémát szokott jelenteni, hogy nagyon sok esetben, főleg a lángosoknál, de akár a palacsintáknál is imitátumokat alkalmaznak az előállítók. Ugye friss fölt a tejföl helyett, vagy vésli helyett rudacskákat. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás elég hiányos szokott lenni. Itt, amit tapasztaltak, itt például ez kifejezetten pozitív volt, mert ahol ilyen jellegű terméket alkalmaztak, ott a tájékoztatás az teljesen rendben volt. A 79 fagylaltból és 19 büfé ételből vett mintákon eddig elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredmények abszolút pozitívak. Ott pedig, ahol problémát találtak, sok esetben lehetőséget kapott a tulajdonos, hogy pótolja a hiányosságot meghatározott időn belül.